Az udvaron traktorok, az aulában pedig torták, sütemények és pékárok is helyet kaptak a sátorai újhelyi Georgikon, görögkatolikus mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum, szakképzőiskola és kollégium nyílt napján. Pap Zoltán igazgató elmondta, hogy minden éven megszervezik az eseményt, annak érdekében, hogy az általános iskolás végzős diákok megismerjék az oktatási intézmény lehetőségeit. A számukra egy nagyon életre szóló döntés, talán nem túlzok, ha ezt mondom, tehát egy nagy jelentőségű döntés előtt állnak, hiszen szakmát az ember ma már nem is életre szólóan választ, persze ez is igaz, de alapjában egy meghatározó szakmának a választása, és tehát számukra is nagyon fontos, és számunkra is nagyon fontos ez. Tehát magyarul ez a mai nap arról szól, hogy megmutassuk az iskolánkat azoknak a gyerekeknek, akik érdeklődnek, azokat a szakmákat, amiket tanítunk, hogy azok a mesteremberek mivel foglalkoznak, egy kicsit rávilágítsunk arra is, hogy hogyan lehet ezekben a szakmákban elhelyezkedni, hogy akár a környéken itt a mi régiónkban hogyan lehet ebből akár a saját életüket is megtervezni. Az igazgató kiemelte, hogy a diákok számára ez fontos mérföldkő, hiszen olyan irányban kell tovább tanulniuk, amely a jövőben több szempontból is megfelelő lesz számukra. Fontos az, hogy amikor egy diák szakmát választ, akkor arra is gondoljon, egyrészt ami ő hozzá illik, tehát szereti csinálni, szeret vele foglalkozni, másrészt azonban arra is gondolnia kell, hogy utána ebből majd valamikor egy családot fönn kell tartania, meg kelljen belőle élni. És én azt gondolom, hogy ezt hangsúlyoztam is itt a diákoknak, hogy olyan szakmákat kínál a Georgikon, amelyekkel itt a környéken lehet elhelyezkedni. Tehát akár a mezőgazdaságban, akár az élelmiszeriparban, vagy én külön kiemeltem itt a gépészetet, a gépgyártás technológiai technikusokat, olyan szakmákat kínálunk, amelyeknek a végén itt a környéken tud elhelyezkedni, családot alapítani és jövőt tervezni a fiatal. A nyílt napon több mint 150 diák vett részt, akiknek ezeket a képzési lehetőségeket szerették volna átadni.